Sportszövetség jó voltából a gimnázium 2019-2020-as tanévének eredménye alapján egy nagyon különleges díja fog bennünket meglepni a mai napon, ez pedig nem más, mint a legaktívabb középiskolának járó díj. Ebben a megtiszteltetésben volt már részünk az előző tanévben is, akkor ezt a díjat személyesen vehettem át testnevelő kollégámmal a Magyar Tudományos Akadémián. Azonban, mint ahogy oly sok mindent, ezt is felülírta a járványügyi helyzet, ezért nagyon sokáig tanakodtunk azon, hogy vajon milyen helyszínen és milyen körülmények között kerüljön is átadásra, hiszen ezt meg lehetett volna úgy is oldani, hogy én átveszem ezt a díjat, megköszönöm, ez is egy módja nyilván ennek az átvételnek, de mi mégis azt szerettük volna, hogy egy teljes tanulóközösség, vagy most egy tanulóközösség kisebb csoportja előtt kerüljön az átadásra, mert szerintem ez a díj ez róluk szól, és nekik igazából kitüntetés, mert azt mutatja meg, hogy valóban érdemes a sportba fektetett energiabefektetés, amely nem csak akár az egészséges életmódot, hanem azért örömöt és szórakozást is jelenthet a tanítványainknak. És éppen ezért ezt a mai díjátadót, ezt összekötöttük egy élményközpontú sportnappal, amiről azt kell tudni, hogy akkor különböző állomásokon kell majd a diákoknak teljesíteni, és ezzel is az a célunk, hogy akkor mozgásra bírjuk őket, és nyilván felhívjuk akkor a figyelmüket még itt a tanév végén is a sport iránti szeretetre és az egészséges életmódra. Ennek a helyszíne itt tehát a sportpálya lesz, és hamarosan akkor elindulunk, hogy átvegyük a díjat.